Az állítólag mai epizódjában robbantás! Lesznek robbantások. És léggömbök. Repülj! Adam és Jamie megpróbálja lehetővé tenni a lehetetlent. Kinek sikerült ez eddig? Senkinek! És lebegésre bírni egy ólom léggömböt. Jónak tűnik, jónak tűnik! Majd Kerry, Grant és Tori megoldja a TNT robbanás hullámainak rejtélyét. Vajon meglovagolhatjuk a robbanás keltette hullámokat? Kik az állítólag fő kolomposai? Adam Savage? Csak tudományosan! És Jamie Heineman. Szép volt, mi? Mindketten a különleges effektusok szakavatott ismerői. Vérzik! Menjünk! Velük lesz Grant Imahara. Mentsetek meg! Tori Belecsi. Mi így szeretjük. És Kerry Byron. Robbanószerek és áram. Hú! Nem csak gyűjtik a mítoszokat, ki is próbálják őket. Állítólag. Ólomgömb. Vajon az ólom lehet könnyebb a levegőnél? Ezt kideríthetjük ott fent, a magasban. Tessék! Tippelek, hőléggömb mítosz. Úgy bizony, de nem is akármilyen. Egyben egy idióma is. Úgy fogtok lezuhanni, mint egy ólomból készült léggömb. Hallottad már? Tehát lehetetlen. Így van. Az az általános vélekedés, hogy lehetetlenség egy ilyen lufit készíteni ólomból. De majd mi? Csak úgy deríthetjük ki, ha megpróbáljuk. Még szép. Amikor valami úgy zuhan, mint egy ólom léggömb, az azt jelenti, hogy annak annyi. Hogy az befutcsolt. Illetve a legkevésbé sem használható. Tehát egy repülőképes ólom léggömb tökéletesen kivitelezhetetlen. Végtére is az ólom nehéz, és a nehéz dolgok nem repülnek. Vagy mégis? Tudtad, hogy egy ilyen kupola közel 250 kg? Igen, és óriási, de valami azt súgja, hogy ekkora ólom léggömböt azért nem készítünk. Hát nem az a lényeg, hogy akkora legyen, ami bennünket is felemel. Elég akkora, ami a saját súlyát felemeli, és esetleg egy kis kosárkát. Arra benevezek. Én is. Adamnek és Jamienek minden mérnöki tudására szükség lesz, hogy egy repülőképes ólomballont készítsenek. De ha sikerül nekik, egy mítoszt megcáfolnak. De ez nem lesz könnyű. A legnagyobb probléma magával az anyaggal van. Az ólommal. Mert ez a hőlégballon olyan szövetből készült, ami rendkívül erős, és nagyon könnyű. Nekünk pedig ólomból kell ezt elkészítenünk, ami súlyos és szörnyen sérülékeny. Nehéz dolgunk lesz. Mielőtt ólommal kezdenénk kísérletezni, külön-külön előtanulmányokat végzünk egy erősebb és könnyebb anyaggal. Az alumíniummal. Egy kisebb léptékű alumínium szerkezet építésénél több dolgot kell fontolóra vennem. Először is szeretném, ha minél jobban léggömbformájúnak látszana. Készíthetném henger alakúra vagy bármilyen egyszerű formájúra, de igyekszem minél gömbölyűbbre kialakítani, ezért egy ikozaéder csinálok. Ez egy konvex szabályos poliéder, melyet 20 háromszöglap alkot, amelyek egyenlő oldalúak. Adam a terveit az egyik platóni, azaz szabályos mértani testre alapozza. De ezt hadd mondja el ő. A platóni és archimédeszi testek olyan poliéderek, amelyeknek oldala szabályos síkidom. Például a kocka is ilyen, mert 6 négyzet határolja. Adam a problémát egy kis hókusz-pókusszal, matematikával és egy vicces tökfödővel igyekszik megközelíteni. Miközben Jamie egyszerűségre törekszik. A legegyszerűbben úgy készíthetünk léggömböt, hogy két lapot összeragasztunk a széleiknél. De miért ne rögzíthetném a két darabot úgy, hogy egy szilárd félgömbön illesztem össze őket? Mindkét próbadarab röptetésre kész. Jó, de nézzenek, ez hatalmas! Hát nagyobb, mint a tied. Fújjuk fel. Rendben. Ne feledjék, nem a méret a fontos, hanem hogy milyen jól repül, és mennyire kivitelezhető nagyban. Adamé az első. És ki tudja, milyen lesz. Na hát, ez egész elég gömbszerű. Nagyon szép. Szinte tökéletes gömb.
Egy ikozaéder. Ikozaéder? Igen. Csak az a kérdés, hogy szuperál Jamie két darabból készült gömbje. Miután septében összeállították, felfújták, majd nagy örömükre a levegőbe emelkedett. Ez egy alufólia gömb. Két különböző, de működőképes modellel rendelkeznek. Ezek azonban alufóliából készültek, aminek hatod annyi a súlya, mint az ólomnak, és jóval erősebb. Repülj! A folytatásban Cary, Grant és Tori ötvezi a tudományt a hullámlovaglással, és kirobbanó eredményt kap. Csak nem csörgést hallottam. Hányszor hallottad azt, hogy aloha? El sem hinnéd. Ti meg miről beszéltek? Egy szörfös mítoszról. A neten kering egy videó, amin vagány hullámlovasok egy városban ragadnak, és mégis szörfözni akarnak. Igen, és találnak egy csatornát, ahova bedobálnak egy csomó dinamitrudat, azok felrobbannak, és akkora hullám keletkezik, amit az egyikük meglovagolhat. Ti most vicceltek? Ez kizár dolog. De még ha igaz is, ez életveszélyes lenne. Ezt fogjuk kideríteni. Adj egy ötöst! Ezen a netes videón egy csapat vakmerő szörfös mindenáron el akar kapni egy hullámot. Ezért egy saját TNT-s tűzijátékot rendeznek, és előállítják a kívánt hullámokat. De vajon tényleg vannak ilyen őrültek, akik dinamittal akarnak szörfözni? Vagy mindez csak trükkfelvétel? Jó, és ezt hogy próbáljuk ki? Először is az alapelvet kellene bizonyítanunk, mert én abban sem vagyok biztos, hogy robbanószerrel hullámokat kelthetünk, hiszen a filmeken láthatunk nagy csobbanásokat, de hullámokat nem feltétlenül. Nos, ez felveti a mélység kérdését is, hogy a felszínen kell-e robbantani, vagy mélyen a víz alatt. Ezt kipróbálhatjuk, ha építünk egy hatalmas víztartályt. Abban robbantunk, és megnézzük, keltettünk-e hullámokat. Ha igen, akkor különféle mélységekben megismételjük, hogy lássuk, miként befolyásolja ez a hullámok nagyságát. Ez az! Tori nekilát a kirobbanó ötlet megvalósításának. Összerak egy víztartályt. Jól van, töltsük meg vízzel! Nagy erejű robbanószert nem használhat a parkolóban, ezért az állítólag kedvenc anyagához folyamodik. Drámai aláfestést kérek. A száraz jég műanyag flakon bombához. Na hát! Különböző mélységekben helyezik el robbanó tölteteiket, hogy kipróbálják, alkalmasak-e hullámkeltésre. Tudom, hogy ez most nem fog nagyot szólni, de mi csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy néz ki egy robbanás a vízben. Vajon eléggé megzavarja a felszínt ahhoz, hogy egy hullám kialakuljon? Vagy egyenesen a levegőbe repül? A felszíni hullámkeltésre valószínűleg kevésbé alkalmas változattal kezdenek. A flakonbombát a medence alján helyezik el. Nézzétek, jól felcsapott! Az első kísérletet a medence alján lévő palackkal hajtottuk végre. Ez alkalmas a legkevésbé felszíni hullámverés kialakítására, mert a robbanásnak az egész víztömeget meg kell emelnie. Egy közepes mélységű robbantás következik. Ez sokkal nagyobb volt. Szemmel láthatóan igen. Végül egy felszíni bomba. Ez inkább csak fodrozódás volt. Az elméletet igazolták. Egy robbanás tényleg hullámokat kelt, melyek méretét és minőségét befolyásolja a robbanás mélysége. Ettől Tori nagyon izgatott lett. Juhú! Teljesen megbudjantál. Juhú! Tehát elvileg működhet. Igen, de tisztázzuk, ezzel most csak az elméletet igazoltuk. Igen, egy robbanás hullámokat okozhat. Jó, de a hullámnak nem kéne megtörnie, mielőtt meglovagolnánk? Nem tudom, szerintem meg kellene kérdeznünk egy szakértőt, aki meg is taníthatna minket szörfőzni. Igen, mert ha sikerül a hullám, én meg akarom lovagolni. Ez az, pattanjunk fel rá! Gyerünk! Hawaii az élet, ha az ember ennek a műsornak a szereplője. Mert azért is fizetést kap, ha szörfözni megy. És Heath, a szörfoktató, ennek a sportnak minden csinyát, dinnyát megtanítja nekünk. Felpattanok, aztán jöhet a mehet. Jól mondtam? Mielőtt dinamittal szörföznének, a csapatnak el kell sajátítania a hagyományos módszert.
ez hideg! De legalábbis be kell menniük a vízbe. Cowles Beach-en vagyunk, Santa Cruzban, ami számunkra tökéletes, hiszen itt kicsik a hullámok. És valószínűleg a robbantásnál is hasonlóakkal találkozhatunk. Kis hullámokkal. A hely ideális, hogy megtanuljunk szörfözni. Az villant át az agyamon, hogy te jó Isten, el sem hiszem, hogy mindjárt elsőre ilyesmit csinálok. De az szaladt ki a számon, hogy ble, vi, ble. A hőlégballon a legrégebbi repülési technika. Először a francia mongol fiéfivérek emelkedtek így a levegőbe 1763-ban. A későbbiekben szabadidő sportként is elterjedt. Majd a nehézfémes hőlégballonozásban érte el csúcspontját, Adam és Jamie stílusban. A fiúk azt a mítoszt boncolgatják, miszerint lehetetlen egy ólomléggömböt repülésre bírni. Az ötletek gyűjtését az alumíniumnál kezdték. Mit szólsz? Mindkettő repült. Semmilyen következtetés nem vonhatunk le, amíg az ólomfóliát ki nem próbáltuk. Igaz. Már csak ólomra van szükségük. Nem gondoltam, hogy az ólomfólia problémát jelenthet, de nehéz volt felhajtani egy amerikai gyártót. Halló? Beszél angolul? Úgy tűnhet, hogy ez egy doboz fémfólia, ami körülbelül 15 kiló, holott ez az ólom léggömbünk. Nézd csak, gyönyörű. Gyönyörű, de nagyon sérülékeny. A probléma ez. Magától szétmállik. Szinte olyan, mint a vizes WC-papír. Egyszer sem hibázhatunk. Mindent jól kell csinálnunk, különben nem fog repülni. Most, hogy megszereztük a fóliát, ahelyett, hogy elkészítenénk belőle a lehető legnagyobb léggömböt, megpróbálunk egy közepeset csinálni. Kitapasztaljuk, hogyan viselkedik az anyag, mennyire szakadékony, milyen problémákba ütközhetünk, és milyen bizonytalansági tényezőkkel kell számolnunk. A Jamie-féle alumínium lufi tapasztalatai alapján a fiúk egy egyszerű, két lapból készült gömböt terveznek. Elsőként a ragasztószalag statikus elektromossága okozta gonddal szembesülnek. De Adam tud rá megoldást. Levezetem az elektromosságát, így kezelhetőbb. Nagyon szép, klassz, mi? Sok nő most azt kívánja, bárcsak ez a ragasztószalag lehetne. Gondolod? Biztosan, aki igen, emelje fel a kezét. Igen! Ne fárasz. Most már letehetik a kezüket. Nyisd meg! Emelkedik. Adamnek nem sikerült Jamie önérzetét erősítenie. Talán az ólompárnával több szerencséje lesz. Ólompárnának látszik, pedig léggömb lesz belőle. Kinek sikerült ez eddig? Senkinek! Eddig ez az új utazási mód sima ügy volt. Apám! Meg van az ólom léggömb. Egy kis odafigyelés összeállítás közben. Elszakadt. És az apró szakadások gyors kijavítása menet közben. És Adam úgy gondolja, hogy a mítoszt leleplezték. Szerintem ez egy tökéletes méretpróba. Több dolgot is világossá tett számomra. Az egyik, hogy nagyobbat kell készítenünk, ha igazi felhajtó erőt akarunk elérni. És olyan nagyot csinálunk, amekkorát csak tudunk. A másik, hogy bár nem annyira sérülékeny ez az anyag, mint gondoltam, mégis szörnyen kényes. Könnyen szakad, de ez a legkevesebb. Óvatosan kell vele bánnunk. Tönkre akarod tenni, igaz? A harmadik, hogy azt hiszem csak egy dobásunk van. Ha megindul egy nagy hasadás az anyag súlya miatt, akkor szinte lehetetlen lesz menet közben kijavítani. Tehát olyan készítési módot kell kitalálnunk, ami a lehető legkisebb feszültséget kelti az anyagban. Három remek meglátás. De az a lényeg, hogy még mindig nem repülőképes. Mégpedig azért, mert nem elég nagy. Most még. Ebben a léggömbben túl sok ólom van és túl kevés hélium. Tehát nagyobbra van szükségünk. Hiszen minél nagyobb a léggömb, annál jobb lesz benne az ólom és a hélium aránya. Ez a fizika és a mértanfintora. De így működnek a dolgok. Minél nagyobb a test, annál nagyobb a térfogata. Ez pedig a hélium a felülethez viszonyítva, ami nem más, mint az ólomfólia.
Tehát minél nagyobb a léggömb, annál nagyobb felhajtóerő hat rá, és annál jobb esélye van arra, hogy legyőzheti a saját súlyát. Először körülbelül 1985-ben akartam egy óriási burítót készíteni. Vettem egy rizsföldet, és úgy gondoltam, ott elegendő rizs tudok termelni, hogy elkészíthessem a világ legnagyobb rizses burítóját. Tudom, sokak szerint a rizs nem való a burítóba, de szerintem igen. Szóval íme nagyjából 400 kg rizs, körülbelül 350 kg bab, 65 avokádó. Igaz, ennyi nem elég, de ezeknek most nincs szezonjuk. És nem emlékszem pontosan, hány tortilla jön ki belőle, de nagyon sok. Ennek a filmnek a hatására Cary, Grant és Tori kíváncsi lett, vajon meglovagolható hullám kelthető-e dinamittal. És ha igen, ők meg tudják-e lovagolni. Ez az! A partra visszatérve látszik, hogy szépen haladnak a tanulással. De mi van a biztonsággal? Ha emlékeznek, egy víz alatti lökés hullám a halakra nézve halálos lehet. Megöltem! Mi lesz tehát szörfös kollégánkkal? Cary ezt igyekszik kideríteni a robbanóanyagok szakértőjével, Van Romeroval. Milyen veszélyek leselkednek ránk, ha a robbanáskor a vízben vagyunk? Nos, ha a vízben robbantunk fel valamit, az sokkal veszélyesebb, mintha a levegőben tennénk. Az emberi test sűrűsége megegyezik a vízével, ezért a lökéshullám energiáját a víz gyorsan átadja a testünknek. Ahogy a lökéshullám tovább halad a testünkben, eléri a tüdőnket. A tüdő belsejének a sűrűsége viszont rendkívül kicsi. Tehát a hullámok átjárják az egész tüdőt, ami ettől rendkívül könnyen bevérezhet. Az ember nem hal meg azonnal, de a belső vérzések 24 órán belül halált okoznak. A csapat biztosítása erre viszont nem terjed ki, tehát egy helyettes szörfösre lesz szükségük. Óriási robbanás, halálos lökés hullám. Ez Busternek való feladat. A saját lábán sem tud megállni. Nem is kell. Kipróbáltam a kobra pózt a deszkán. Nekem bevált. Eveznie is kell. Megvan! Robot? Igen! Tudtam! Igen, egy távirányítású mechanikus, evezős robot. Szóval evezős robot? Értitek? Evezős! Egy megoldandó probléma. Felkészültél? És egy összerakandó robot, ami Grantnek nagy örömet okoz. Az egyik legfontosabb dolog, ha el akarunk kapni egy hullámot, hogy evezéssel némi sebességre kell szert tennünk. Ha nem vagyunk elég gyorsak, akkor egyszerűen lehagy bennünket a hullám, szóval... Először is készítenünk kell két acélkart. Ezek lesznek Buster kezei, és egy motorhoz kapcsoljuk őket. És ahogy megindul a hullám, én beindítom a motort. A motor segítségével a karok evezni kezdenek, és Buster ezáltal sebességet nyerhet. Tehát remélhetőleg, amikor eléri a hullám, akkor éppen megfelelő sebességgel fog már haladni, hogy meglovagolhassa. A meghajtó motor befejezése után Grant megkéri Caryt, hogy segítsen neki. A következőt csináljuk. Megrajzolunk egy kar alakú formát, és kivágjuk acélból. Tehát ilyen lesz, mint az enyém. Ezért hívtál? Nem, ilyen lesz. Mert az enyém evezésre alkalmasabb. De az enyém hosszabb. Tehát sokkal gyorsabban csinálhatsz így. Sajnálom, ehhez az enyém jobban illik. Jól van, és izmokat szeretnél rá? Hozok egy tollat. Miután Caryt is befogta a karhoz, Grant hamarosan befejezi a szerkezetet. Egy távirányítású kormánnyal és egy modellel, amit szintén Grantről mintáztak. Tessék! Végül egy kis festés. Tehát a távirányítású szörfös robot végre elkészült. Egy 3 méteres habgumi deszkából áll, amin evezős szerkezet van. Természetesen forgócsuklóval, ami úgy billeg, ahogy az emberi test, amikor úszunk. Az elektronikáját egy vízálló dobozba szereltem, és egy 12 voltos elemmel működik. A jobb iránytartás véget pedig található a végén egy kormánylapát. És a hullám majd itt lesz. Tökéletes! Kezdj levezni, haver! Evezz! Jól van. Felkészültünk a hullámokra. Megvan a szörfösünk. Frank hozza a robbanószert, és a fiúk találtak nekünk egy tavat. Méghozzá egy bányatavat. Szóval semmit sem fogunk megölni a robbantással. Tehát így nem foghatunk halat. Úgy van. De menjünk hullámokat gyártani. Tehát ez a csinos bányató a végső kísérlet helyszíne.
Hogy fog kapaszkodni? Lába sincs. És a legfőbb szabály. Ki kell próbálni a szörfös robotot? Egy kicsit ideges vagyok, mert egyikünknek sem szabad szörföznie. Csak így tudjuk megvizsgálni a teóriát. Idegesnek látszol. Igen, az vagyok. És ahogy már mondtam is, remélem, hogy Robograntnek legalább olyan jó érzéke van a hullámlovagláshoz, mint az igazinak. Nem borult fel? Úgy tűnik, Grant felruházta a Robograntet az összes szörf tudásával. Oh. Jól van, hajrá! Nem borult fel. Köszi. Szép robot. Szóval büszkék vagyunk Robograntre. Ez kétségtelen. Őrülten jól szörfözik, bár nem ártana, ha egy kicsit gyorsabban menne. Ennek érdekében Grant átkapcsolja a szerkezetet gyorsúszásról pillangóra. Így gyorsabb? Nem semmi ez, haver. Robogrant indulásra kész. Ússzál csak. De Kerry aggódik gonosz géniuszunk indítékai miatt. Nem találjátok furcsának, hogy hány Grant robot készült eddig a sorozatban? Én képzelődöm, vagy egy kisebb hadseregnyit akar klónozni önmagából? Tetszik, megtartjuk. A közmondás lényege, hogy idővel teljes igazságként ismerjük el. De az állítólag stábja nem fogadja el az ilyen igazságokat, hanem próbának veti alá őket. Készítenek egy ólomléggömböt, hogy ellenőrizzék, megfelele a róla szóló állításoknak. Kinek sikerült ez eddig? Senkinek! Mi lenne, ha nagyban próbálnánk ki? Nem tetszik ez a burrito forma. Bár jónak tűnik, de nem látszik léggömbnek. És azt hiszem, nagy méretben nem igazán strapabíró. Igazad van, mindkettővel sokat kellett vacakolnunk, és az ólomfólia túlságosan kényes egy ilyen forma kialakításához. Igen, jobb lenne, ha valahol csak összeállítanánk, és nem nyúlnánk hozzá. Aztán ott helyben felfújnánk. Van egy ötletem, ami beválhat. Abból áll, hogy kiterítjük az anyagot, és darabonként összeragasztjuk. Viszont csak egyszer kellene megmozdítanunk, aztán remélhetőleg, amikor felfújjuk, akkor kisimulnak az összehajtott rétegek, és a legegyszerűbb mértani testé alakul. Kinyílik, mint egy virág. Pontosan, majd kidolgozom. Origami mesterünk munkához lát. Az ólommal az a legnagyobb gondunk, hogy sérülékeny. Nem teregethetjük ki nagyobb darabokban, hogy bonyolult módon egymáshoz rögzítsük a darabokat. A térbeli formánkat laposan kell összerakni, majd felfújni. A beleengedett hélium növekvő térfogatával kell háromdimenziósá alakítanunk. Az ólomfóliát nem mozgathatjuk túl sokat. Megpróbálok egy kocka készítésére olyan módszert kitalálni, amivel elemenként síkban ragaszthatjuk össze. Aztán, ha kész, egyszerűen felfújjuk. Haha, így jó lesz. Remek, megvan. Ez az. Prima. Edem elkészítette a tervrajzot és az összeillesztési ábrát. Következnek a számadatok. Nagyjából 11 kg. 59 négyzetméternyi ólomfólia felhasználását tervezi, ami 11 kg. De vajon a belekerülő héliumnak lesz-e elegendő emelő ereje? Ebben a kocka alakban ennek a testnek nagyjából 30 kg-nyi felhajtó ereje lesz. Ez sokkal több, mint amennyit az ólomfólia nyom. Hogy felvegye a teljes alakját, tulajdonképpen levegőt kell hozzáadnunk. Hígítani kell majd a héliumot. Nagyszerű, hozzákezdhetünk. Tehát nagyban megy a játék. De az anyag kiszámíthatatlan viselkedése miatt Jamie-nek minden tudását latba kell vetnie. Olyan hatalmas lesz ez az ólomléggömb, hogy egy különleges állványzatra lesz szükségünk, aminek segítségével felülről összeilleszthetjük a darabjait. Nyilvánvalóan nem kúszhatunk-mászhatunk az ólomfólián, mert túlságosan sérülékeny. Ezért készítek egy óriási lengőrudat, melyet egy villástargoncára szerelünk. Ezzel valamelyikünket a munkadarab fölé emelhetjük. Úgy fog kinézni, mintha egy szerelőkosárban dolgoznánk felette. Nyújtott karral ragaszthatjuk össze az éppen soron lévő elemeket. Ez elegáns és egyszerű. Köszönöm. Amilyenre szükség van az állítólagban. A fiúk összecsomagolnak, és az Alameda haditengerészeti támaszpont felé veszik az irányt. Kedvenc helyükre.
Ezért idejöttünk, mert itt rengeteg hely van. Nem fúj a szél, és egy nagyon szép sima padlón dolgozhatunk. Ma meg lesz az ólom léggömbünk. Legalábbis ez a terv. Mert arról szól a fáma, hogy ez lehetetlen, és a fiúk ezt a kihívást személyes ügyüknek tekintik. Az egész munkálatsor az óvatosságon múlik. A siker vagy kudarc az apró részleteken áll vagy bukik, mint például a sima padló. Mi az ott? Koszosnak láttuk a padlót, és többször átporszívóztuk. A legkisebb ragasztószalag darabkákat is felkaparáztuk róla. Felszedtük róla, amit csak lehetett. Tisztának kell lennie. Papírt fogunk leteríteni, cipővédőt viselünk, mintha egy műtőben dolgoznánk. Szóval erre nem szabad rálépni. Jamie katonai pontossággal készíti elő a terepet Adam origamiához. Jól van, ez az. Lényegében 3x3x3 méteres ólomkockát építünk. Tehát 3 méter. Szóval 3 méter. Az összeállítási terv elég egyszerű. Jamie négyzeteket rak össze, én pedig egy szokásos léggömböt. Íme a tervrajz, amit a műhelyben dolgoztam ki. 12 lépésből áll, 12 darab fóliát jelent. A fiúk gumikesztyűt viselnek. Végtére is ez egy mérgező anyag. Neki fognak ambíciózus 12 lépésből álló tervük megvalósításának. Adam magát a kockát rakja össze középen, miközben Jamie a nagyobb darabokat állítja elő a fólia tekercsekből. Elkészültem az első oldallal, és furcsa módon éppen ez az alja. Körülbelül 100 négyzetméter ólomfólia. Két tekercset használtam el. Jamie a második elemen dolgozik, amit háromszögekre darabolunk fel. Ezekkel kezdjük az eredeti origaminkat. Nem könnyű. Mintha elprecednék. Csináltad már? Persze. Annyira le kell hajolni? Igen, egész nap. Nem tudtam, hogy te is betelepülő vagy. Te is a vonatütközőn utaztál ide? Az első vállalkozásom az Eper volt. Ezt eddig nem is tudtam rólad. Szerződtettem egy csomó helybéli kislányt, 10 éveseket. Ők szedték le az Epremet. A nagy gazdasági válság idején a munkakörülményekről nem beszéltek. Az első négyzet elkészült az összeszerelő soron. Adam hatalmas origami tervrajza szerint feldarabolták egyenlő oldalú háromszögekre. Megvan az első. Mielőtt a helyére kerülne a központi négyzeten. Elég jó. A zseniálisan kettes lépésnek nevezett fázis készen van, amikor a kettes darabot a helyére ragasztották. Nekünk van a legnagyobb cellux tépünk a világon. Adam fölé lebeg, hogy kijavítsa a kényelmetlen, nehezen elérhető helyeket. Még soha nem csináltam ehhez hasonlót. Végeredményben helyenként 7-8 rétegű lesz. Mindegyik olyan vastag, mint az ember haja. Ilyen vékony az anyag, amivel dolgozunk. Tehát semmi különbség a között, ami a szélén zajlik az első lépésnél, és a között, ami középen a 12-esnél. Aztán egy idő után elkezdjük fölfújni, és akkor úgy fog kinézni, mint egy kukorica pattogtató. Hát legalábbis reményeim szerint. Miután az interneten látták ezt a videót, Cary Grant és Tori utána járnak egy hiedelemnek. Miszerint egy dinamit keltette hullámot is meg lehet lovagolni. Robo Grantet felkészítették a szörfözésre. Cary és Tori megtervezi, hová helyezzék a robbanószereket. Először is Torival felderítő útra megyünk, hogy kiderítsük, milyen a tófenék. Van egy mélységmérünk, és a sheriff kölcsönadott egy csónakot. 49. 48. A szakértőnktől tudtuk meg, hogy ahhoz, hogy hullámot kelthessünk, először is arra van szükség, hogy a tófenék töredezett legyen. Ez egy bányató, tehát ilyen szempontból tökéletes. És a robbanószereket éppen jó helyre raktuk le. Itt jó lesz, ide kérem. Így képesek leszünk egy tökéletes kirobbanó hullámot okozni robotszörfösünk számára. Kiderült, hogy a tófenék egyszerűen tökéletes. Fokozatosan emelkedik a déli részétől kezdve, a sekélyebb északi oldal pedig tengerparthoz hasonló. A lejtő a hullám elejét megragadja, és a gyorsabban mozgó hátsó végét arra kényszeríti, hogy kitörjön a felszín irányába. Jól van. Ide tegyük a szörföst, innen visszamérhetjük azt a pontot, ahová a robbanószert tesszük. Ez a hely.
De mi van a töltés erősségével és mélységével? Szóval az első kísérletünk szemléltette, hogy a mélység igenis fontos tényező. Most viszont már élesben próbálkozunk. Kipróbálhatnánk különböző mélységekben, milyen hullámokat tudunk produkálni. Legyen 25 kiló, nézzük meg 10 méter mélyről mit okoz. Jól hangzik. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen mélységben kell robbantanunk, illetve találgatunk. Arra gondoltam, hogy addig is vigyázhatnánk Robograntre, amíg ki nem derítjük, mi a megfelelő mélység és mekkora a megfelelő hullám. Remek. Még ne menjen tönkre? Még ne. A netes videóban látszólag 3 vagy 4 dinamit rudat használnak. De a nyugdíjas FBI ügynök Frank Doyle szerint annyi nem elegendő. Azt javasolja, hogy 23 kg nagy erejű trinit rotolollal, azaz TNT-vel kezdjenek, melynek robbanási sebessége 7000 méter per szekundum. Nem csoda, ha Grant izgul. Jól van, Frank, Grant vagyok. A helyünkön vagyunk és felkészültünk a visszaszámlálásra. Vége! Felkészültünk. 3 figyelmeztetés lesz, aztán visszaszámlálás. Robbantás! 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 3, 2, 1! Éreztétek? Na hát! Ez 25 kiló volt, lássuk, milyen hullámot produkált. Elég nagyot. Elképesztő. 25 kiló TNT volt 10 méter mélyen, de a hullám, ami elérte a partot, legfeljebb 3 centi magas lett. A jelentős mennyiségű TNT ellenére a víz alig fodrozódott. Túl mélyen volt. Az energiája kárba veszett. Hozzuk fel 4 méterre. Részemről oké. Jól van, Frank. Legyen 25 kiló TNT 3,5 méter mélyen. Hadd szóljon! 3, 2, 1. Robbantás! Nézzétek! Jön a hullám! Ez az! Ez tetszik! Deszkára fel, haver! Még mindig jön! Mekkora lehet? 15-20 centi? A legnagyobb hullám magassága sokat javult az előző kísérlethez képest. Tehát a csapat jól döntött, amikor a töltetet 3,5 méter mélyen helyezte el. Hullámzik! Hullámzik! Igen, kicsi hullámok! Szeretnék jelentősen megnövelni ezeket a hullámokat. Ehhez az egész muníciójukat fel fogják használni. Ezt lovagoljátok meg! Egy hullazsáknyi TNT, tehát 100 kiló. Ennyiből hatalmas robbanás lesz. Szóljatok, mielőtt elájultok! Robogrant a kulisszák mögött várja első színre lépését. De a nagy durranás előtt az igazi Grant megragadja az alkalmat egy kis lelki fröccsre. Jól van, haver. Mondanom sem kell, hogy az egész kísérlet sikere rajtad múlik. Most megcsillogtathatod a képességeidet. Légy méltó ahhoz, amit a robotbarátaid eddig letettek az asztalra. Robocat, a robotzsarú, Mikrobi, nagy nap lehet ez a számodra. Menj oda és mutasd meg, mit tudsz. Rendben? Oké, húzz bele! Sok sikert, haver! Robogrant a robbantás helyétől meghatározott távolságra evez. Miközben Frank elhelyezi a töltetet, mindenki biztonságos távolba húzódik. Ez nagy lesz. Megkezdjük a robbantási folyamatot. Robbantás! Robbantás! Megvan, ez az. Vedd egyenesre! Ez az. Már megy! Bizony! Már megy! Gyorsan megy! Ez az! 3, 2, 1. Adam és Jamie az úgy fogtok lezuhanni, mint egy ólommal töltött léggömb szólás igazságtartalmát vizsgálja. Ha repülésre bírják ezt a nehéz fémből készült léggömböt, akkor a mítoszt megcáfolták. Akkor már repülésnek tekintem, ha emelkedik a földtől. Amint elegendő felhajtóerő keletkezik a léggömbön ahhoz, hogy elbírja a saját súlyát, azt már repülésnek számítom. Minden, ami ezen felül van, az már csak habatortán. Úgy érzem, jól haladok, de egy kicsi idegesít. Csak a legvégén derül ki, hogy tud-e repülni. Menet közben nincs próba vagy hiba lehetőségünk. Vagy működni fog, vagy nem. Egy dobásunk van.
Nézőink mit sem sejtenek arról, hogy egy egész marhacsorda várt a szomszédteremben. Eltelt a léggömbépítés 12. órája is, de Adam terve lassacskán megvalósul. Eljutottunk az ólom léggömb készítésének legtrükkösebb szakaszába, amit a már említett 10-es és 11-es számú háromszögek fémjeleznek. Ez a baloldali ragasztószalag manőver. Rögzíteni kell a két darabból álló kettest a 11-hez, 5 másik ólom rétegen keresztül. És a 11-es nem egyszerű eset. Ezt a részt már alig várta meg ész idő alatt. Jól van, lassan, lassan. Vissza a jegyzethez. Adamre vár a feladat, hogy megfelelően rögzítse ezeket a végső elemeket. Nem fogja tudni, hogy origami kockáját jól ragasztotta-e össze. Eljött az igazság pillanata, illetve az igazság egyik pillanata. Elérkeztünk a felső darab elhelyezéséig. A 12-es szám itt helyezkedik el. Ezt kell rendesen rögzíteni, és ami ezután jön, az már móka is kacagás, hiszen felfújása készen lesz. Majdnem megvan. De hogy tényleg végezhessenek, az utolsó darabot is a helyére kell illeszteni. Várj, várj! A fiúk idegei pattanásig feszültek, de igyekeznek kordában tartani az összes feszültségüket. Lassabban. Mindenki lassabban. Jól van, elég? Végre ez is megvan, és amint a 12-es is a helyére került, Adam megnyugszik. Arra számítok, hogy nem lesz túlzottan nagy a felhajtóerő, de én ennél is többet szeretnék. Szeretném, ha egy felfújható, igazi hőlégballonnak látszana, ami utasokat is szállít. Igen, Jamie-vel elutazunk az ólom léggömbön. Ez a valami, ami ott hever a papír alátéten, életünk legfurcsább kísérleti darabja. Nem azt mondom, hogy elegem volt belőle, mert elképesztő az egész. 12 rétegnyi ólomfólia a padlón. És az összes így egymásra fektetve sem vastagabb, mint egy emberi hajszál. Ez segít megérteni, mivel álltunk szemben, amikor olyan ólomléggömböt akartunk készíteni, ami tényleg repül. Elkészült a lapos kockájuk. De hogyan fogják felfújni? Számos olyan helyzetet elképzeltünk már, amelyekben ez az alkotmány látványosan leszerepelhet. Mindketten aggódunk emiatt a kis terület miatt. A közepén, aminek egy virághoz hasonlóan ki kell nyílnia. A négy sarka itt fedésben van egymással. Remélhetőleg ezzel együtt is sikerül felfújnunk alul is és felül is. Arra számítunk, hogy sikerül fellazítanunk és szétválasztanunk az egymáson lévő rétegeket. Méghozzá könnyebben, mintha csak az aljánál kezdenénk, ahová az egész léggömb súlyának háromnegyede esik. 60 négyzetméternyi ólom, ami 11 kg és 110 köbméter hélium. Felkészültél? Igen. Beszállsz? Adam érthető módon ideges. Ötletes találmánya forog kockán, és amint Jamie megnyitja a héliumot, egy dolog világossá válik. Eltart egy ideig. Egy örökké valóságig fog tartani. Ez a legkényesebb szakasz az egész folyamatban, mert több száz ragasztószalagos illesztés van rajta. Ha a cellux odaragad valahova, aminek nem lenne szabad megtörténnie, ha valamibe beleakad, akkor elszakadhat, szétszakadhat. Ez a legszörnyűbb része. Ha ezen túl vagyunk, onnantól mind... Ez nagyot fog szólni. Cary Grant és Tori igyekeznek próbára tenni egy dinamittal szörfözős elméletet. Elhelyeztek ennek a bányatónak a mélyére 90 kg TNT-t. Robbantás! Robo Grant, a szörfös robot csendesen várja a tökéletes hullámot. I have speed. 3, 2, 1. Robbantás! Gyerünk! Hatalmasat szólt, de vajon meglovagolható a hullám? Grant, ez óriási volt! Robo Grant eszeveszett iramba nevez, és Grant irányban tartja robot dublőrét, de... Ó, haver! A hullám elhalad a szörfdeszka alatt. Hiába a töménytelen mennyiségű TNT és az óriási robbanás.
A hullám szörfözésre alkalmatlan. Ahogy szétterjed egy egyre növekvő körben, elapad az energiája. Robo Grantnek közben a következő Maui útján is van ideje nyugodtan elgondolkodni. Nem így a csapat. Ők, ha egy ilyen robbantást láthatnak, ők már ettől elégedettek. Gyönyörű! Szép munka! Szép munka! Egyáltalán nem hasonlított a videón látottakra. Ott biztosan számítógépes effekteket mutattak. És egy szépséghibája van a robbantással előidézett hullám meglovagolásának. Olyan, mint egy rádióhullám, szétszóródik. Az óceánban viszont tovább halad. Igen, láttátok, csak evezett és evezett, és kellőképpen fel is gyorsult. Úgy látszott, hogy el tudja kapni, de aztán a hullám elhalt. Ilyen volt. De ennél nagyobb robbantást nem lehet produkálni, mint amilyet mi csináltunk. Ez fantasztikus volt. Bizony, klassz volt. Ráadásul, ha egy ekkora robbanáskor a vízben vagy, ha a bomba hozzád ilyen közel repül a levegőbe, abba belehalhatsz. Igen. Bizony. Tehát ezt megcáfoltuk. Megcáfoltuk. Ahogy mondták, megcáfoltuk. Adam és Jamie mítikus ólomléggömbje elkészült. A fiúk éppen a felfújásával foglalatoskodnak. Azonban ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek gondolnánk. Eltart egy ideig. Már is szembesültünk egy apró nehézséggel, mégpedig, hogy a hélium nem egyenletesen tölti ki ezt a léggömböt. Ahogy látják, erősen féloldalas lett. Viszont nem akarjuk túlzottan megterhelni egyik felét sem. Szeretnénk eloszlatni, amilyen egyenletesen csak lehet. Tehát fogunk egy hatalmas műanyagfóliát, ráterítjük, és ennek segítségével széjjelet terítjük benne a héliumot. Remélem, sikerül. Miközben Adam árgus szemekkel figyeli a szakadásokat keresve. Ideges vagyok, mert pár helyen a hajtogatás kiszakította a borítónkat. De most már átmenetileg elégedett vagyok. Jamie finoman szabályozza és irányítja a hélium és levegő áramlását. A kocka lassan, de biztosan emelkedik. Levegőt is keverünk hozzá, mert úgy gondoljuk, hogy túlságosan nagy lenne a felhajtó erő. Azt akarjuk, hogy éppen csak felemelkedjen a földről, különben még kiszakadna. Ha egyáltalán képes felemelkedni, akkor mi már jók vagyunk. Azzal igyekeznek megelőzni a hirtelen emelkedést, hogy levegőt kevernek a héliumhoz, ami nehezebb és kisebb felhajtó erőt gyakorol. Mielőtt túl problémás lenne, lehúzom róla a műanyagtakarót. Mindenki fogjon egy kötelet. Ahogy gondolod. Oké. Adam irányítja kis csapatát, és a műanyagtakarót óvatosan leszedik. Jónak tűnik, jól van, csak így tovább. Engedjétek egy kicsit feljebb. Jöhet egy kis hélium. A lapos origami kocka lassacskán életre kel. Nem látok nagy lyukakat vagy kritikus pontokat, de rajta tartom a szemem. Bár a kocka kezd formát ölteni, de a műanyagtakaró nélkül könnyebben elmozdulhat és sérülhet. Tessék, mégiscsak jól éreztem. A kocka hirtelen nagyobb tempóra kapcsol. Megnyitom a hármas palackot. Itt egy lyuk. Minden kudarcba fulladni látszik. Fogd erősen. A repülés ígérete is. Kapaszkodjatok bele, kapaszkodjatok bele! Szakadások és lyukak jelennek meg mindenhol. De a fiúk gyorsak és győzik a tempót a kijavításukkal. Jónak tűnik. Hihetetlen, de az ólom léggömb tovább emelkedik. Ez egy ólomból készült léggömb. Fent van, lebeg és repülőképes. De Adam nem elégedett azzal, hogy éppen csak hogy elemelkedett a földről. Lehetne még léggömbszerűbb. Tudom. Szeretne kosarat is felszerelni rá. Meg is teszi, és egyszeri megbízású műsorvezetőinket ülteti bele. További hélium finom adagolása után az igazi Adam és Jamie láthat egy valódi ólom léggömböt a levegőbe emelkedni. Haver! Ez aztán az ólom léggömb. Nagyon örülök. Egy kisebb léggömb is megfelelő lett volna. De ez az igazi ólom léggömb. Megcsináltuk. Remekül bevált. Tökéletes. 11 kiló ólomlebeg pontosan a fejem felett. És ha ezt elengedem, még feljebb emelkedik. Egyszerűen fantasztikus. Talán nevetségesen használhatatlan, de ha valaki azt mondja, hogy ez lehetetlen, akkor azt mi kihívásnak vesszük. Megcáfoltuk! Az elméletet megcáfoltuk.